Na, nézzük csak, foglaljuk össze, hogy valójában hol is tartunk a villáért, a luxusért, a kényelemért, a jólétért folytatott versenyben. A mai nap folyamán először 2 ponttal húzott el az egyik csapat, jelesül a bajnokok, hisz 7-5-re vezetnek. A rajtnál Somhegyi Krisztián, többszörös magyar bajnok műugró, ellenfele pedig a 18 éves gimnazista Herceg Kis Bálint. Felkészülni, 3, 2, 1! Na lássuk, hogy bírnak egymással a 18 éves gimnazista és a 26 éves többszörös magyar bajnok műugró. Teljesen együtt érkeznek az egyensúlyozó részhez, és fűzik át magukat. Azt a mindenit, Bálint, mintha nem lett volna ott az egyensúlyozó rész, és fut föl a kötélen, Krisztián is. Bálint ott van a tetején, Krisztián is megérkezik, szakad le, ugranak, azt a mindenit, mintha egész életükben ezt csinálták volna. Csodálatos versenyzők, bang, Bálint jön át, Krisztián is érkezik, jönnek a tekeréshez, húzzák, vonják, tekerik. Na nézzük, kinek jön le először az ászló. Megvan, Bálint, Krisztián is ott van. Talán 3-4 méterrel Bálint hozza az akadálypályát. Dobálja ki a homoksákokat. Páf, azt a mindenit, 2 rögtön le, még egy. Krisztián, neki is lenne a 2, neki is lenne az 1. Bálintnak megint egy, Krisztiánnak 2. Krisztián, és mozdul, de nem esik le. 4 kockája van Krisztiánnak. Haigálja vissza amúgy zuhanyrózsaszerűen a homokzsákokat. Bálint, 5 kocka, nem, Bálint, bang, lent van egy. Még 4 kocka mind a két fiúnak, már csak 3 Bálintnak. Elrepül fölötte, Krisztiáné megmoccan, de nem esik le. Bálint megy a homokzsákokért, Krisztiánál még van 2. És 2 kocka le is repül, és megmoccan, de nem esik le. 3-2 kocka, és 2 piros, Bálint. Páf, elrepül, dang, megvan, leesik, 2-2 kocka, 1 kocka mind a két fiúnak, és nem tudom eldönteni, célfotót kérek! A célfotó az ugye az ennél az ügyességi feladatnál, amikor az utolsó kocka elhagyja az asztal szélét, azt nevezzük fotofinish pontnak, azaz célfotó pontnak. Aki először elhagyja, az nyeri az adott ügyességi feladatot. A versenybírók kiértékelték ezt a célfotó pontot, és ennek alapján ezt a kört Bálint nyerte! Franci is teszi ugyanezt, 2-3 lépés a különbség köztük, most már megint nincs különbség köztük, amikor vetik bele magukat a csúszdába és a medencébe. Milyen energiák tombolnak, milyen erő van ebben a két atlétában. Franci küzdi ki magát elsőnek. A Cselgáncs Európa bajnok már a második medencéből is kijön. Ez a gyerünk Dorottya! És érkezik a hengerekhez. Dóri! A végén egy picit belassult Franci ezért, egy akadály sorral. Hozta az akadálypályát, 2 kocka kint, már 3 kocka Francinak. Dóri most dobálja ki a homokzsákokat. Franci leküldi a negyediket. Dóri, Franci megmoccan, de nem, Dórinak 2 lent. Már a második sorból is kiküld 2-t, most Franciska is. Már 3-at, azt a mindenét. 60 Dórinak, már csak 5 Francinak, 4. Dórinak még 5, Franciskának 4. Szedik össze a homokzsákokat. Mi lesz itt még, kérem? Milyen akarással teljesítenek a lányok? Elképesztő, Franci! Bang! Nem! Holdanra néz, és megmoccan 2, de nem esik le. Jön Dóri!
Dóri a hátuljából kettőt, hármat, négyet, már csak egy van Dórinak, Francinak kettő! Nem tudom eldönteni! Célfotót kérek! Csodálatosat futottatok megint mind a ketten, és aztán valami őrült volt a dobás. Fogalmam nem volt, hogy kinek sikerült először. Elemezték a sportbírók. A célfotó felvételeit, és ennek alapján ezt a futamot Franciska nyerte! Forgatja a fémszerkezetet, és fejezi be az akadálypályát Gergőnek még egy forduló a fémkockával, és most jön ki. Ricsi pedig pakolja ki a homokzsákokat, fújja ki a levegőt, és céloz. Páf! Az ott elakad, elmegy az egy homokzsákért, és helyre rakja a kockát. És elakad Gergőnek is, de már csak a lélek tartja, így van, eltalálja, egy kim van Gergőnek. Elrepül a lyukon, megmocca a Ricsinek, de nem esik le, és az is elrepül, és megpihen a homokzsák, helyezi vissza Ricsi, beragad a kocka, ki kell ütnie, közben Gergő jön vissza, ő már egy piros kockától megszabadult, visszahelyezi ő is a sajátját, hogy a helyén legyen mindegyik, szedi össze a homokzsákokat Ricsi, Gergőnek már csak három kocka, ez a homokzsák most elrepül, de még van három homokzsákja és három kockája, egy kocka kint, Ricsi, most kezdi, bang, egy kim van Ricsinek is, és ez alul repül el, még két homokzsákja van, már csak két kocka Ricsinek, már csak egy kocka Ricsinek, Gergőnek még két kocka, két homokzsákkal jön vissza kockáztat, Ricsinek van három homokzsákja, és Gergőnek is csak egy kocka, és Ricsi vagy Gergő, és eddig egyik sem, Ricsi, és elrepül, fut a homokzsákokért, Gergőnél ott a lehetőség, megpattan, nem, egy homokzsákkal jön vissza, kocka, és nem tudom eldönteni, célfotót kérek! Szép kocsát! Bravo, srácok! Nem kemény volt. Megbeszéltétek ezt az utolsó? Ja. Nem tudjanúgy. Ez olyan fultesús. Nem is volna, vágod? Ja. Fultesús. De ügyesek vagytok meg. Hú, nem hiszem el. Nagyon szépen csináljátok. Le a kalappal. Köszönjük szépen. Büszkék vagyunk rátok. Igen, nagyon. Mindkettőtökre, nagyon jó vagyok. Én is a Gergőre. Mert kap levegőt, vágod, én meg nem. Fújtasóta, sajnálod a levegőt? Á, nem, pedig ingyen van. Hát direkt nem szívja, de előre. Jó. Jó fej vagy. Nekiadom ezt is. Mi sem jelzi jobban az exatlon, hogy is mondjam, nagyon éles küzdelmeit, és azt, hogy milyen érzések és érzelmek dühöngenek az atlétáinkban, és milyen precízek egy párbaj alatt, mint hogy ugye célfotónak kell döntenie, mert szabad szemmel nem lehet látni, hogy melyikük volt a gyorsabb. De a célfotó eldöntötte, és ennek alapján ezt a futamot Ricsi nyerte! Ezzel Gergő, egy életed maradt.
Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.